5 hozzánk beérkezett kérdés és 5 szakértői válasz vágógépekről. Sziasztok! Ma a vágógépekről fogunk ejteni egy pár szót. Mekkora téglát tud elvágni az Eurocomax NS400-as? A masszív váznak és a magasított felépítménynek köszönhetően ez a gép rengeteg nagyméretű építőipari anyag vágására alkalmas. Akár egy fordítással 25 cm magas, azaz a B30-as tégla átvágására is alkalmas. Minden építőipari anyaghoz használhatóak-e a téglavágók? Ezek a gépek alapvetően univerzálisak. A tárcsa az, ami meghatározza, hogy milyen falazó elemet lehet vele vágni. Vannak az általános építőipari anyagú anyagvágására alkalmas tárcsák, ezek általában szegmentált tárcsák. Ezekkel a normál téglát, térkövet szokták vágni. Miért fontos a megfelelő vízellátás munka közben? A forgó tárcsát érő kettős vízhatás azért fontos, mert a téglavágásánál rendkívül sok por szabadulna fel. Ez a víz, ez leköti a porszemcséket, ezáltal sokkal tisztább munkakörnyezetben fogunk tudni dolgozni. A másik ok, amiért fontos a vízellátás, a víz hűti a tárcsán a szegmenseket, ezáltal kevésbé tud eldeformálódni a tárcsa, nem fog úgy felmelegedni, és sokkal hosszabb lesz a tárcsának az élettartama, tovább fogunk tudni vele dolgozni. Mi a különbség a téglavágók és a csempevágók vágó tárcsái között? Amint már említettem, a téglavágóknál szegmentált tárcsát használunk. Ezek a legtöbb építőipari anyagra alkalmasak. A csempékhez folyamatos élő tárcsát javasolunk, ezáltal a csempének a mázas felületét kevésbé fogja kicsipkézni a lap vágás közben, sokkal egyenletesebb vágást biztosít, nem fogja eltörni a mázat. Mekkora mélységet vágnak az aszfaltvágók? A tárcsa méretétől függően 14 és 18 cm-es mélységben képesek ezek a gépek vágni.